Jelenleg a Kalocsa-Paks-Dunahíd mederhídján állunk. Ez a Duna-Magyarországi szakaszának a 20. hídja lesz. A projekt magába foglalja magának a hídszerkezetnek a kivitelezését és a hozzá kapcsolódó úthálózatot is, és mi a Duna Aszfalt ZRT kivitelezésében alvállalkozóként veszünk részt. A hídépítés ZRT feladata volt a 946 méteres hídszerkezetből a 440 méter hosszú mederhídszerkezetnek a kivitelezése, amin éppen állunk. Ugye egy hídszerkezet alapból három főszerkezeti elemből áll, alépítmény, felmenőszerkezet, felszerkezet. Alépítmény tekintetében 1000 méter cölöpöt készítettünk betonból, 1350 köbméter víz alatti betont, cölöpösszefogót, felmenőszerkezet tekintetében meg felmenő falat, meg saruzsámolyokat és egy 6500 köbméteres felszerkezethez is szerkezeti betont használtunk, valamint a mögöttünk látható 4 darab pilon kivitelezéshez és a vasbeton szegélyhez is. A termékeinket a helyszíni beton készítésénél használták, mintegy 28000 köbméternyi betonhoz használták a folyósítószerénket. Három termékünk jelent meg a hídon, ebből a legfontosabb egy folyósítószer volt. Ebből használtunk a legtöbbet, nagyjából 120 tonnát. Dynamon X10 W371 nevű termékünkről van szó, ezek emellé bizonyos betonoknál kötéskésletet töltött, más betonoknál pedig konzisztenciatartó adalékszereket használtunk. A Mapetard VZ, illetve a Dynamon EZ 551-es termékünk került beépítésre. Ezt volumenét tekintve durván 180-200 tartányi adalékszert értékesítettünk a projekten, ez nagyjából tonnában ugyanennyit jelent. A híd kivitelezéséhez, miután a Duna ketté szakítja a híd kivitelezését, a bal parton a Danubius Beton Bácska Kft. Biztosította a betont, olyan 9500 köbmétert a 3 év alatt, a jobb parton a Vépen Perikó Kft. Készítette a betont, ott is 9500 köbméter dolgoztunk be tőlük körülbelül. A szerkezeti betonok receptúrjának az elkészítéséhez minden alkalommal az összes betonreceptből, az összes betongyárban külön próbakeverés kellett tartanunk, hogy igazoljuk a beton megfelelőségét. Hát ez egy folyamatos felügyeletet igényelt a MAPEI Kft. Részéről, és folyamatosan részt vettek, ez több mint 16 keverést jelentett a projekt során. És ezzel még nem volt vége a történetnek, mert ugye ennek a betonnak mindenféle hőmérsékleten, időjárási körülmények között eltarthatóságban működnie kellett. Tehát a MAPEI Kft.-nek így folyamatosan felügyelni kellett a projekt alatt később is a receptet, hogy jól működjön. A munkáknak több fázisa volt, mindegyiknek megvolt a saját maga nehézsége, bája. Mindegyiknél volt miért izgulnunk, meg volt mit segítenünk. Például a próbacölöpözéskor 12 mixert kellett egymás után lekevernünk, majd felrakni egy nagy uszályra és fölhajózni vele sodrással szembe a Dunán a megfelelő pontra, és ott egy meglehetősen hosszú betonozási folyamatot kellett végig csinálnunk. Ez valamikor az éjszakában nyúlóan fejeződött be, nagyon hosszú eltarthatóságot igényelt ez a feladat, itt ez volt a nehézség. Volt víz alatti betonozásunk, nem kevés, ami sose egy egyszerű feladat. Egyrészt nem látjuk, hogy mi van ott lent, másrészt meg tényleg nem gyakran csinálunk ilyet. Talán az egyik legizgalmasabb rész az volt, amikor mintegy 1350 köbméternyi betont kellett egyszerre, nagyjából 20-24 óra alatt bejuttatni a Duna alá, a fő pillérek cölöpösszefogó gerendáiba. Ezen a projekten igazán meg tudtuk mutatni, hogy mi hogyan tudunk, illetve hogyan szeretünk dolgozni, hogyan segítünk a partnereinknek. Az, hogy egy jó műszaki megoldást tudtunk adni, az csak egy alap volt, az egy szükséges minimum. És hát erre a hídra igazán lehet büszkének lenni. A nagysága, az egyedisége, a monumentalitása miatt is. És hát az, hogy ez a MAPEI környezetbarát termékeivel és a fenntartható fejlődést figyelembe véve tudott megvalósulni, ezért meg nyilvánvalóan mi MAPEI-esek vagyunk büszkék. Számomra pedig csak annyi, hogy egy idő után ez már, és hát elég hamar, ez már nem is annyira egy üzletről szólt, hanem ennek érzelmi
töltete is lett. Ez egy közös ügy, ez egy nagy boldogság, hogy ebben az egészben részt tudtunk venni. Hálás vagyok érte, és hát még büszke is.